Kedves nézőink, Itthon-Otthon című magazin műsorunkba most egy picit a sport világába kalauzoljuk el önöket, mégpedig vizes sport következik, ha lehet így fogalmazni, hiszen hát nem is azt kell mondanom, hogy a kajakkenu világába, hanem leginkább a kajak világába kalauzoljuk el önöket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban a vendégeinket, Bardóczi Krisztiánt, a Tiszaújvárosi Kajakkenu és Sárkányhajó Egyesület alapító tagját, illetve hát a két hajdunánási versenyző hölgyet, Máru Annát és Murvai Lúciát. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és elfogadtátok a meghívásunkat. Gyönyörű eredmények vannak a két hölgynél, amiről beszámolhatunk. Mert Krisztián, hol kezdjük ezt a beszélgetést? Mert amit ugye egymás között egyeztettünk, hogy milyen eredmények vannak, hát itt aztán estig lehetne mesélni. Hát, inkább ezt a legnagyobb eredményt szeretném elmesélni, hogy a magyar bajnokságon ez ugye a gyerekeknek a fő versenye. Ez a néhány gyerek, aki Hajdunánásról Tiszaújvárosba átjár, annyi pontot szerzett, hogy tényleg egy közepes egyesület megirigyelné, hiszen összesen 7 vettek részt ezen a magyar bajnokságon, és hát 6 aranyérem, 5 ezüstérem, 4 bronzérem és 2 ötödik helyet szedtek össze így 7. Tehát ez tényleg egy hatalmas nagy eredmény. Hogyan kell elképzelni, mert ugye itt most 7 indulóról beszéltél a magyar bajnokságon, egy kategóriában, egy korcsoportban voltak ők, vagy miért nem pont ez a 7 versenyző? Nem, ők külön korosztályt képviselnek, tehát a legidősebb közülük a Máró Anna, akinek már válogatottságért, illetve már harmadjára válogatottságért ment ez a verseny, és hát ő több számot is indulhatott, ő indulhatott a legtöbb számot, ő 3 számot indult. Aztán a kisebbek azok kevesebb számot indulhattak, és még a horvát Maja az, akinek válogatottságért is ment ez, és hát ő is nagyon szépen megnyerte ezt a versenyt, úgyhogy ő most gyakorlatilag a korosztályának az első számú válogatottja. A többieknek ez még csak egy magyar bajnoki, idézőjelben csak egy magyar bajnoki címért ment, ami viszont pontot ér az egyesületnek, és hát ezért a legfontosabb verseny nekik az év folyamán. Hát ha már Maját említetted, mert ugye most 2 versenyző itt közöttünk, de hát azért ugye 7 vagytok, nem tudott mindenki eljönni, egyrészt fizikailag sem tudtuk volna megoldani, másrészt nagyon sokan nyaralnak. Szóval kikről van még szó Annán és Lucián kívül? Maját említetted? Igen, hát a horvát testvérek ugye nagyon jó eredményt érnek el folyamatosan a kajakkenu sportba, és hát kezdenek nőni, úgyhogy egyre többet érnek ezek az eredmények. Ugye horvát Maja megnyerte a magyar bajnokságot, említettük, a horvát Kata is megnyerte a magyar bajnokságot, a Hanna, aki még kajakozik, de ő még olyan kicsi, hogy még a magyar bajnokságon egyedül nem indulhatott, viszont egyébként, ha már itt tartunk, ő is országos diákolimpiai bajnok lett, tehát ő is nagyon eredményes a sportágban. Akkor a Kovács Szabolcs, aki egyre szebb eredményeket ér el, és az egész évről beszélünk, azért van neki egy magyar bajnoki bronzérme is a maraton magyar bajnokságon még, ami talán nagyobb értékű ebben a korosztályban, mint ez a magyar bajnokság. Illetve ugye itt van velünk Murvai Lucia, Annát említettük, Mircse Iván, akit még kiemelnék, hiszen ő is iszonyatos nagy fölénnyel tudott nyerni ezen a magyar bajnokságon, és a korosztályában jelenleg így ő a legjobb. Valakit kihagytam, a gyerekek. Jaj, Nóri, ne hagyjuk ki semmiképpen. Tóth Nóri, aki szintén Majával egy idős, és tavaly még párosba versenyeztek hajdunánási színekbe, ő is nagyon szép eredményt érte ezen a versenyen, hiszen ő azt hiszem, hogy harmadik lett a váltóban, és ötödik lett a... Egyéniben? Párosban. Uh-huh. Lucia, erről a magyar bajnokságról beszélgettünk nagyon sokat már. Milyen volt ez? Körülbelül másfél héttel ezelőtt voltatok a Velencei tónál. Mesélj a te versenyeidről, mit csináltál? Hát 4000 méteren 4-esbe indultunk, a fordulót elrontottuk. A második helyet be tudtuk volna hozni, de az nem sikerült. Jó ellenfeleink voltak, és harmadikak lettünk. Szerintem nagyon jó eredmény volt az első magyar bajnokságon. Akkor neked egy bronzérem volt az első magyar bajnokságon? Igen. Jól számolom a dolgokat, a legjobb eredmény. Anna, neked mi volt most ezen a legutóbbi versenyen a számod? K1000 méteren második lettem. Hát ez egy kicsit nekem
rosszul érintett, mert nagyon bizakodtam az első helybe, de már a tavalyhoz képest is nagyon sokat fejlődtem, és ennek nagyon örülök. Ki volt az ellenfeled K1000 méteren? Hát egy... Aki megelőzött? Újfalvi Laura, egy UTE sportegyesületbe tartozik, és nagyon régóta már ellenfelek vagyunk, és nagyon sokat harcoltunk már egymás ellen, de nagyon szép és ügyes versenyző, és nagyon sokat küzdöttünk. 1004-esben elsők lettünk, hát ott ültünk össze elsőnek a versenyen, nem hittük, hogy megnyerjük, úgy álltunk hozzá, hogy lesz, ami lesz, és nagyon örültünk neki. 4001-esben pedig harmadik lettem, hát ott nagyon sokat vaciláltak, hogy ki az első négy helyezett, mert nagyon szorosan érkeztünk be, de végül harmadik lettem. Erről a négyes felállásról mesélj nekünk egy picit, mert itt megütötte a fülemet, hogy mondtad, hogy akkor ültetek be először így négyen egy hajóba is. Hát ugye mindig azt hallja az ember, főleg amikor a versenysport részét látja, a felnőtteket, hogy milyen fontos az összhang, hogy együtt evezzenek, hogy összeszokjanak, rengeteg edzés. Nektek meg így puff négy embernek be kellett ülni. Hogy tudtátok koordinálni ezt az egészet, összehangolni? Hát előtte már egyszer ültem négyesbe, a többiek már többször ültek, és így nekik volt tapasztalatuk, és kellett nekünk még egy plusz szám, hogy az egyesületnek pontot szerezzünk, és ezért így az 1004-esbe vállaltuk. Nagyon jó volt szerintem, mert a felevezéskor már nagyon jól összehangolódtunk, és nagyon tetszett az mindenkinek. Egyébként neked melyik tetszik jobban, amikor magad a te tempódban, a te akaratod szerint evezel, vagy pedig ez, amikor együtt dolgoztok? Hát az egyes még nekem most jobban fekszik, de jövőre nézve a csapathajót nagyon szeretnék majd menni. Lucia, nálatok van olyan, amikor kettesbe, négyes hajóba ültök, vagy ti még magatok elvesztek általában? Hát általában edzéseken is mindig, hát egy edzést mindig négyesben szoktunk tölteni, hogy összeszokjunk. A versenyen is szerintem megmutatkozott ez, mert sokat ültünk együtt, és megszoktuk egymást. Viszont a verseny előtt mindenki ideges volt, kicsit feszült volt a hangulat, de a végére jó volt. Vagy harmadikak lettünk, nagyon örültünk neki. Akkor erről az országos bajnokságról ti is úgy jöttetek el, hogy meg voltatok elégedve ezzel az eredménnyel? Igen. Hogy Anna mondta, hogy volt olyan versenyszám, amit ő egy kicsit jobban képzelt el. Te hogy érezted? A négyest én nagyon jól elképzeltem, nagyon jót mentünk szerintem. Nagyon kemény ellenfeleink voltak, a központi sportiskolából is jöttek, és hát szerintem nagyon jó. Kihajtottuk magunkat a végére. Krisztián, azt tudnia kell a nézőknek is, hogy most nem te vagy a lányok edzője, de hát azért rálátásod van, hogy hogyan és milyen és melyik irányba mennek. Magában az egyesületen, tehát a Tiszaújvárosi Kajakkenő és Sárkányhajó Egyesületen belül, hogy értékelik ezt az eredményt, amit ez a hét gyerek elért? És én azért is kértem, hogy mondjuk el az ő nevüket, mert ugye hát hajdunánási gyerekekről van szó, tehát azért lehet, hogy egy kicsit meglepő is. Számunkra nem, mert mi ismerjük őket, de nyilván, hogyha bekerülnek egy ilyen közegbe, hogy jön hét ilyen emberke hajdunánásról, egy ilyen kis településről, és azért ilyen eredményt tudnak elérni. Igen, hát nyilván nagyon-nagyon pozitívan, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre, vagy nagyon nincs jobb szó rá, pozitívan látják ezt a dolgot, hogy a hajdunánási gyerekek is ilyen eredményt tudnak itt elérni. Sőt, külön figyelem ötvözi őket, azt kell mondjam, hiszen arról egy kicsit azért én is teszek, mindig felhívom a figyelmet rá, hogy azért a hajdunánási gyerekek, azért a mi tanítványaink, azért ugye a Varga Lajossal tanítottuk meg őket kajakozni itt hajdunánáson, és hát azért megállják a helyüket, és azt kell mondjam, hogy nem csak a Tiszaújvárosi Egyesületen belül figyelnek fel erre, hanem a Kajakkenu Szövetségnek a vezetőivel is azért én gyakran szoktam beszélgetni, hiszen néhány munkacsoportban, illetve néhány dologban benne vagyok a Kajakkenu Szövetség munkálatai területén is, úgyhogy ők is nagyon nagy figyelmet fordítanak arra külön, hogy hát ezek a gyerekek hajdunánásiak voltak, és most úgy érik el a sikereiket Tiszaújvárosban. Hát hova tovább, az is jól bizonyítja, hogy azért magasabb szinteken is látják őket, hogy Anna, te most megint válogatott kerettag vagy, serdülő válogatott kerettag. Ezt hogy sikerült abszolválnod most legutóbb, hogy bekerülj? Hát
nálunk most az 1001-es válogatott, illetve az 1000 páros, és az 1001-esben az első három helyezett a válogatottba került be, és én a második helyen bekerültem. Emlékszem rá, egyszer itt beszélgettünk még a stúdióban, akkor volt az első alkalom, hogy sikerült bekerülnöd, és akkor készültél egy Duna versenyedzőtáborba, igen, talán, igen. És akkor tudom, ilyen sok-sok kérdőjellel indultál el, meg ilyen, majd akkor, ha ott leszek, majd meg nem tudom, tehát ugye ilyen feltételes módban beszélgettünk sok mindenről. Sok idő eltelt, és nem az első edzőtábor van már a hátad mögött. Milyen ez az egész közeg, amibe akkor belekerültél? Hát én nagyon szeretek edzőtáborokba menni, főleg az ismerősök, az ellenfelek, a barátaimmal, hogy találkozok, keveset találkozunk, de nagyon szeretem a Dunavarsányi Olimpiai Központot is, nagyon-nagyon szeretem, minden megvan ott, ami kell egy igazi edzőtáborhoz, mert az edzőkkel is nagyon jól kijövök, nagyon szeretnek engem, kemény ott egy hetet eltölteni, de nagyon szeretem. Azok az edzések, amik ott vannak, akkor azok keményebbek, mint amit Tiszaújvárosban nap mint nap szinte végigcsinálsz? Hát hasonlóak, de... Szóval jobban meghajtanak benneteket egy Dunavarsányi edzőtáborba? Hát mostanában így nem nagyon éreztem, hasonlónak éreztem, nem éreztem nehezebbnek, mióta átmentem Tiszaújvárosba, mert ott én nagyobbakkal edzek, és így nehezebbek is nekem az edzések. Ha már edzések, Lúcia, nektek hogy zajlanak az edzések? Most nyári szünet van? Tehát most nem edzetek? Most van. Úgy volt, hogy 2 hét pihenünk van, de már az edzőnk elkezdte ezen a héten is az edzéseket. A magyar bajnokságra felkészülve 5 hét egész napos edzések voltak. 1 hét bejárós, 1 nap 2 edzés, utána volt 1 hét sátrazásunk. Uh-huh. Utána mentünk megint Tokajba, edzőtáborba, nagyon jó volt. Az edzéseket nagyon végignyomtuk, szerintem meg vagyok elégedve a teljesítményemmel, mert láttam a fejlődést, és amióta átmentünk Nánással, szerintem sokat fejlődtem. Hát akkor az egész nyár végül is neked most arról szólt, hogy evesztetek igen, és edzettetek. Igen. Hogyha nem versenyre készültök, akkor... Évközben mondjuk, amikor a tanítási év is zajlik, akkor neked hogy néz ki a kajakernő? Hogy szoktál kajakozni? Tehát ugye ott van az iskola, meg mellette nyilván Tiszaújvárosban az edzés. Ezt hogy tudod összehozni? Hát nagyon nehéz. Napköziből hazajárok, és 3 órától indul a buszunk, hétfő, szerda, péntek napokon, de a többiek, néhány gyerek szokott járni egész napos edzésekre is. Tehát akkor neked olyankor csak délután van edzés, suli után? Igen. És a tanulással hogy tudod összehangolni a dolgot? Mert mondtad, hogy eljössz a napköziből, onnan mész Tiszaújvárosba, ott az edzés, aztán hazajössz, és gondolom még tanulni is kéne másnap. Igen, igen. Hát amikor hazamegyek napköziből, akkor még van egy kis időm tanulni, és utána egyből megyünk a buszhoz. Nagyon nehéz ezt így rendbe tartani, de megszoktam. Most ugye mondtad, hogy már elkezdtétek az edzéseket, ismét benne vagytok a sűrűjébe a dolgoknak. Mi áll most előttetek? Lesznek most versenyek, vagy most csak az edzések teszik ki az augusztust? Augusztus 27-én, 28-án lesz egy gyomendődi verseny. Hát nem biztos, hogy ott indulni fogok, mert most van ez az időszak, hogy átülök egy nagyobb hajóba, és még nem tudjuk, hogy mi lesz. Uh-huh. Hogy indulok el versenyen, vagy csak. És az, hogy átülsz egy nagyobb hajóba, ez mit jelent? Azt meg kell szokni, másképpen mozog a vizen, több energia kell ahhoz, hogy mozgasd. Mit jelent igazából a nagyobb hajó? Hát a nagyobb hajó az a K1, sokkal vékonyabb, nehezebb megülni, gyakorolni kell, mert valószínűleg sokat fogok benne borulni. De szerintem meg fogom szokni hamar. Anna, neked most hogy zajlanak az edzések? Gondolom, ha Luciáiknak vannak, akkor neked meg pláne. Hát én most kaptam 2 hét pihenőt, és utána ugyanúgy kezdődik az alapozás. Nekünk most nem lesznek versenyek, szerencsére nem kell készülnöm a keretfeltöltőre, ahogy bejussak a válogatottba, és így most megkezdődik az újra az alapozás és a ráerősítés, az állóképességre odafigyelünk, és... Hát igen.
jönnek a kemény edzések. Igen. És aztán majd jön az ősz, amiután meg ugye inkább konditerembe lesztek, mert már vízen nem lehet. Hát igen, amikor megkezdődik az iskola, novemberig még kint vagyunk általában vízen, és novemberben elkezdődnek a hajnali edzések a kondikkal, délután általában heti 3 alkalommal úszás, és heti 2 alkalommal ergométeren nevezünk. És azt tőled meg sem kérdezem, hogy hogy tudod összehangolni a itteni dolgaiddal, mert hogy te gyakorlatilag úgy választottál gimnáziumot, hogy Tiszaújvárosban jársz középiskolába. Igen. Én eddig a Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban jártam 6 osztályosra, ott 1 évet töltöttem, és most a Tiszaújvárosi Ötvös József gimnáziumban járok, ott is 6 osztályosban, így 1 évet ott nem voltam, és most 8-ba járok ott. És hogyan élted meg ezt a váltást? Azt tudom, tehát veled szinte bármikor beszélgettünk, rajtad mindig látszott, és te mindig elmondtad, hogy a kajakkenu az én abszolút a látó körkek elős közepén van, tehát az van a fókuszban, és te mindig arra koncentrálsz, és mindent hajlandó voltál beáldozni azért, hogy kajakozzál. Nyilván ebből a szempontból nem volt nehéz az, hogy Hajdunálásról át kellett menned Tiszaújvárosba, és ott kell a középiskolai tanulmányaidat folytatni, ott kell edzeni, tehát gyakorlatilag ott élsz. Na de hát igazából hogy élted meg ezt a váltást? Mert nagyon sokan ilyenkor még javában a szülőkkel otthon, és itt járnak iskolába. Hát nagyon nehéz volt anyáiktól elszakadni, de tudtam, hogyha szeretném hosszabb távra a kajakenu sportot folytatni, akkor tudtam, hogy ezt nekem meg kell lépnem. És hát nagyon nehéz volt, sokat bajlódtam vele, évelején nagyon nehéz volt ez a sok változás, új iskola, kollégista lettem, új egyesület, új csapattársak, de nagyon hamar megszoktam, hamar befogadtak, én nagyon szeretem az új csapatomat, az iskolát, a kollégiumot, nagyon szeretek mindent. És a sulit is tudod mellette kontrollálni tehát? Hát sokkal nehezebb ott a tanulmányaim szerintem, de ki tudom hozni magamból a maximumot, és edzés után visszamegyek, és tanulok, ameddig kell. Na és anyáik hogy élték meg ezt a dolgot, ha már őket is említetted? Mert hát nyilván, ahogy neked ez egy új volt, nekik is meg hát kellett ezt szokni. Anyáik nehezebben élték meg, mint én, mert nekem ott úgy Krisztián ott volt, ott voltak a csapattársaim, az edzőm, odafigyeltek rám nagyon, és most is odafigyelnek. Anyáik nehezebben, mert hiányzok nekik, de ha általában heti 1-2-szer át szoktak jönni, vagy én hazamegyek és megnézem őket, és megoldjuk mindig. Amikor tudsz jönni, az inkább a hétvége? Hát amikor nincsen verseny, akkor mindig jövök haza, de sokszor volt az, hogy nem tudtam hazajönni. Lucia, neked még messze van ez a dolog, de hát nyilván te is gondolkozol azon, hogy azért hogyan tovább. Hogy érzed magad itt Tiszaújvárosban, és mire számítasz, mit válsz, mit szeretnél elérni? Hasonló módon akarod te is, hogy majd akkor ott egy középiskola, és edzeni tovább is készülni? Igen, hát valószínűleg még folytatni fogom a kajakkenu sportot, még 8. után is. Szerintem a tanulmányimat majd Tiszaújvárosban fogom folytatni, hogy az edzéshez is közel legyen, könnyű legyen odajárni. Nagyon szeretem az új csapatot, nagyon kedvesek, nagyon befogadóak voltak, nagyon szeretem őket. Krisztián, hogy látod nem csak a lányok jövőjét, hanem ennek a 7 emberkének a jövőjét, akiket itt felsoroltunk, mert hát engem mindig lenyűgöz, és ezt most tényleg mindenféle fellengzős szöveg nélkül mondom, hogy mennyire elhivatottak és mennyire komolyan gondolják ezt az egészet. Most, hogyha a másik 5 gyerek ülne itt, akkor szerintem ők dettó ugyanezt mondanák. Igen, igen, hát ez az a legjobb szóra, hogy nagyon nagy alázatot kell tanúsítani itt a sportággal szembe, hogyha valamit szeretnének ebben elérni. És hát említették itt a lányok, hogy hát nagyon befogadó volt a környezet, és hát jó fejek a többiek, és hát nagyon szeretnek ott velük lenni. Hát ez fordítva is igaz, tehát én nagyon tudom, hogy őket is nagyon-nagyon szeretik a csapatba, és hát a csapatnak a hangadóivá váltak gyakorlatilag. Hát hogy látom a jövőjüket, ugye nagyon hosszú út áll még előttük egy valóban komoly eredményig, egy nagyon komoly cél meg is fogalmazódott azért már bennük, és hát meg is kell már ilyenkor fogalmazódnia ennek, hogyha tényleg így gondolják. Nem lesz könnyű, mindig azt mondom, hogy igazából nem az a nehéz ezeknek a gyerekeknek, hogy azokra az edzésekre eljárni, és ugye Anna említette, hogy hajnali edzésre is felkelni, és megcsinálni, és a többi, hiszen ezt ők maguk is szeretik csinálni, hanem az a nehéz, hogy ők,
ők ezek miatt nem csinálhatják azt, mint a többi gyerek, a többi kortársaik. Ők nem tudnak annyira elmenni akár egy moziba, vagy később egy buliba. Ezek abszolút ki kell, hogy maradjanak az életükből, illetve hát jóval kisebb mértékben szabad, hogy szerepet játszon. És hát néha ilyenkor az a jó, hogyha ilyen közegben nőnek fel, mert a barátok se nézik ezt a jó szemmel, akik nincsenek benne a sportágban, hogy hát neki mindig edzésre kell járni, és akkor most se tud jönni, meg most se tud jönni. De hát ők, mivel a barátaikat a sportágból válogatják, így azt gondolom, hogy ezzel így nem lesz gond. Versenyek tekintetében mit várhatunk a lányoktól szerinted? Hát versenyek tekintetében ugye, hát itt Anna mondta, hogy nem volt elégedett az 1001-esnek a második helyével, pedig ez a legjobb eredménye eddig. Tehát igazából minden évben előrébb lépünk egy picikét. Viszont amiért nem lehet elégedett talán az, hogy már most évek óta lassan tudjuk azt, illetve hát az edzőtársak is tudják azt, hogy Anna a legjobb a korosztályában. Ezt most én itt kimerem jelenteni, lehet, hogy kicsit elfogultan is, lehet, hogy a többi edző kollega ezért most nagy szemekkel néz rám, de ha mélyen a szívünkben nézünk, akkor azt szerintem mindannyian tudjuk. Na, valamiért ezt a versenyeken azért még nem mindig tudja kihozni, ez egy ilyen életkori sajátosság, nem minden versenyzőnél szokott ilyen történni, de éppen a hétvégén a Csabai Edvinnel beszélgettem is, és meséltem neki Annáról, és hát mondta azt, hogy hó, hát 14 éves, hú, hát én akkor hogy féltem a versenyektől, akkor még meg sem mertem szólalni, meg stb. Hát ezt akartam éppen ugye mondani, hogy azért egy verseny az, de majd mindjárt Anna is megerősíti, vagy megcáfolja, azért más pszichésen, lelkileg, persze. Fizikailag mindenhogy, tehát amikor tét nélkül beülhetek a hajóba, és egy edzésen evezek egy távot, az megint más, mint amikor rálok, és hú, itt most mindenkit el kéne kalapálni, de lehet ők fognak engem, tehát nem egyszerű. Igen. És hát ugye Edvin is 17-szeres világbajnok lett később, tehát hosszú még az út, és rá is érünk még erre. Lényeg az, hogy megint előrébb tudtunk lépni. Ugye az előfutamban ezt a kislányt, akit említett, közel egy bólyasorral meg tudta verni. Ott úgy nagyjából ki tudta hozni magából azt, amire képes. A döntőben ez nem sikerült, de attól függetlenül ez a második helyen nincsen semmi gond. Ugye tudjuk azt, hogy a nagy sportolók mögött nem csak egy edző van, hanem egy komoly stáb dolgozik manapság, sportpszichológusok, dietetikusok, és sorolhatnám még, hogy milyen szakemberek. Én már fel is vettem a kapcsolatot egyébként egy debreceni sportpszichológussal, és ez lesz a következő lépése Annának, hiszen ő most már abban a korban van, hogy talán egyre több embernek kell dolgozni a körülötte, hogy jó eredmények legyenek. Jövőre, hogyha ugyanilyen eredményt ér el, vagy esetleg még jobbat, akkor ez már nemzetközi versennyel is fog járni, hiszen a olimpiai reménységek versenye az gyakorlatilag a serdülők világbajnoksága, és ugye ő most már a serdülők korosztályba lépett. A kicsiknek a jövőjéről még azért nehezebben tudok beszélni, hiszen nagyon sok időnek kell még ott eltelnie, és hát nekik is meg kell még élnie, meg kell élniük azokat a dolgokat, amiket már Anna megélt. Ugye Anna most már rutinosan megy vissza az edzőtáborba, említettük ott az edzéseket. Ott is azt kell mondjam, hogy Anna gyakorlatilag az első edzőtáborról, ha már beszéltünk, hogy milyen félve ment el, mi már akkor Lajossal láttuk 5 perc múlva, hogy átvette ott a főszerepet, és gyakorlatilag ő irányította a többieket. És ez azóta is így van, tehát ő a legmeghatározóbb személyiség ezekben az edzőtáborokban, és hát azért a szakma is nagyon figyeli az ő eredményeit, és figyel rá. Anna, te hogy látod egyébként, ez ha más szóba került, mert ez egy érdekes téma, buta a kérdés, mert tényleg más egy verseny, mint egy edzés, ezt mindenki tudja, a leglaikusabb ember is, én azt gondolom. De te hogy éled meg belülről? Tényleg görcsösebb vagy, amikor mondjuk egy verseny van? És akkor ott van az ellenfél, akit mondtál, hogy azért vele már sokszor találkoztam?
Sokkal másabb nekem még az edzés és a verseny, de már sokat fejlődtem tavalyhoz képest is. Nem izgulok már annyira a versenyeken, megpróbálom nyugtatni magamat, bíztatnak nagyon sokan, mert tudják, hogy sokkal több van bennem, és sokkal jobban is tudok teljesíteni. Hát igen, edzéseken sokkal jobban ki tudom magam hajtani, mert nincsen rajtam az a teher, az a... nincs rajtam az a stressz, igen, meg igen. Nincs az a, hogy meg akarom mutatni mindenkinek, hogy még bennem több van, hogy képes vagyok több mindenre is, és edzésen sokkal jobban ki tudom hajtani magam, mert ott nincs az az izgulás, az a stressz rajtam. Nos, hát meglátjuk, hogy mit hoz számotokra a jövő. Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek a folytatásban is, és hát azt, hogyha bármi történik körülöttetek, akkor gyertek és mondjátok el itt a Hajdonállási Televízió stúdiójában. Anna, Krisztián, Lucia, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szívesen.